A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Szép jó estét mindenkinek. Nos, a rendkívül súlyos aszályhelyzetre tekintettel a mezőgazdasági termelés finanszírozási helyzetének javítása és az élelmiszerellátás biztonsága érdekében a kormány megteremti annak feltételeit, hogy a kárt szenvedett gazdálkodók és a nehéz helyzetben lévő állattartók számára az Agrár Széchenyi Kártya folyószámla hitelhez kapcsolódó kamatszint 3%-ra mérséklődjön. Ez egy hír, hiszen tudnunk kell, hogy augusztus végéig több mint 1 millió hektár szántó és ültetvény területre jelentettek be a termelők a szájkárt, pontosan 1,3 millió hektárra. És hát ez súlyosan érinti a tavaszi vetésű kultúrákat, illetve az állattenyésztők takarmánybázisát is. Ez egy jó hír, ahogy a hitelmoratórium is. Hát ebbe a nagyon válságos helyzetbe, hogy mi a jó hír, ezt ugye megfelelően kell tudni szelektálni. Igen. A kevésbé jó hír szerkesztő úr által elmondottak közül, hogy nem valószínű, hogy ez az 1,3 millió hektárnyi területen megáll az aszálykárnak a nagyságrendje, hiszen még mindig vannak bejelentések, ahol hát most mutatkozik meg, nagyobb táblába elkezdték a kukoricát, és kiderül, hogy a széleken még némi cső volt, de aztán a közepe felé már annyi sem. Tehát nagyon-nagyon hektikusak, nem csak megyén belül, hanem egy-egy nagyobb gazdaságon belül is, tehát tábla szinten is a termésmennyiségek. Nyilván a víz meghatározó volt, ahol valami víz volt, mert a tábla vízellátása kedvezőbb volt azon a részen, mélyedés, hogy ne soroljak különféle vízügyi tényezőt. Ott a termés nem elfogadható, ott valamilyen termés van. De hát amikor azt mondtuk, hogy a napraforgó például aszálytűrő, igen, ebbe az aszályba talán a legjobb nyári őszi betakarítású, nyárvégi őszi betakarítású növények közé tartozik, de hát bizony az egy tonna alatti mennyiségtől van a jó helyeken ugye 3 tonnáig. Tehát, és inkább az alsóbb részek az, ami országosan jellemző, és hát mikor a repcéből is 2,2 lett a vége, akkor láthatjuk, hogy a napraforgó sem fog hát rekordokat töntögetni pozitív értelemben. Tehát igen, nagyon óriási aszály kár, és most már az a szám, amit itt beszéltünk, és egy kicsit megrökönyödésre is adott okot, amikor mondtam, hogy közel 1000 milliárd forintnyi kár keletkezik idén a mezőgazdaságba, ez mintegy másfél-két hónappal ezelőtt lehetett, akkor bizony mindenki felkapta a fejét, hogy hát ez rengeteg, ennyi talán nem lesz. Bizony most már az 1200 milliárd körül járunk. Tehát ez a hírek egyik, ami rossz hír. Ami jó hír az viszont az, hogy továbbra is a kormányzat a kamarával együtt és a kamara javaslataira minden lehetséges eszközt megragad ahhoz, hogy ebbe a nehéz helyzetbe a gazdákat valamiféle támogatáshoz juttassa, a fentmaradás, a túlélés lehetőségét jó értelemben biztosítsa, mert bizony kell a segítőkéz a gazda számára, minden gazda számára, és itt most nem megyek végig a különféle ágazatokon, csak érintem, hogy itt nem csak a növénytermesztés nyilvánvaló az, amelyik az aszálykártól szenved, hát ott van az állattenyésztés, és ott van a kertészetek, almatermesztés vonatkozásába minden idők talán legkevesebb almája fog teremni idén,
úgy, hogy a legkülönfélébb minőségi paraméterei nyilvánvaló gyengébbek lesznek, nagyság, egyéb, és hát emellett ott szó szerint vannak fakipusztulások. A csepegtető öntözés ellenére sincs jó pár helyen olyan termés, ami elvárható lenne, mert az is elpárolgott, az is valamilyen módon nem tudta biztosítani azt a vízmennyiséget, amit hát a almának szüksége lett volna, és hát nyilván az égési, tehát a nap sugárzás következtébe levő megperzselődési nyomok meg ott vannak a gyümölcsön. Na tehát szumma szumárum, minden ágazat nagyon nehéz helyzetben van, és itt kell a gazdáknak az a fajta kitartása és pozitív hozzáállása, ami hát nyilván azt jelenti, hogy idén a bevételeik, hát nem, hogy jók lesznek, hanem talán az állami segítségekkel együtt a túlélést segítik. Mindenesetre azt tudom mondani, hogy a mezőgazdaság, tudjuk jó, hogy egy hullámmozgásokkal bíró terület, akár az értékesítés, akár a kereskedelem vonatkozásába is, a kitettség az időjárás vonatkozásába évtizedek óta ismert, tehát én bizton mondom azt, hogy veszíteni csak azt tud igazán, aki abba hagyja. Nyilvánvaló. Tehát kérek mindenkit, hogy a lehetőség szerint nézze meg a lehetőségét arra, hogy hogyan lehet ezt a nehéz időszakot átvészelni. Javaslatokat is kérünk a vonatkozásba, hogy mit képviseljünk a kormányzattal folytatott tárgyalásokon, a minisztériummal folytatott tárgyalásokon, hiszen ahogy mondtam, szerencsére nyitott fülekkel van a minisztérium a gazdák és különféle szakmai és érdekképviselő szervezetek kéréseire. Ugye az alapvető érdek már, mint országos érdek, hogy az őszi mezőgazdasági munkák megkezdődhessenek. Voltak kétségeink, hiszen nagyon is jól tudtuk, hogy az asszály ezt a munkát jószerivel lehetetlenné tette, most viszont jött az eső. Ez mennyiben segíti azt, hogy sikerüljön vetni? Hát nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert gondolatomban ez lett volna a jó hírek közül a következő, amit említeni szerettem volna, hogy megjött a várva várt eső. Most, hogy mennyire késett, mennyire nem, ezt most ne ragozzuk, hiszen mindazok, akik elvetették a repcéjüket a porba, és nagy kockázatot vállaltak azzal, hogyha nem jön az eső, akkor az ott is marad, vagy csak akkor fog kikelni, amikor már semmi értelme, és hát semmi nem lesz belőle, újabb talajművelés szükséges, majd hogy ki legyen tárcsázva. Azok most a kockázatvállalásuknak köszönhetően hát egyelőre jó termésre számíthatnak, már hát ezt most ilyenkor nagyon-nagyon nehéz előre kijelenteni, hiszen szépen sorol a repce. És nyilván, hogy ez a csapadék, ami megérkezett, még akkor is, hogyha pár hetet a porba volt a mag, biztosítja azt, hogy a növekedése beinduljon, és hát bízunk benne, hogy nem aszályos időszak jön, amikor majd megint nem lesz vize, mert a altalaja, tehát a talaj mélyebb részeibe, altalajról már nem is beszélve, hát vízhiány van. Ott még óriási vízhiány van. És itt, mikor beszélünk erről az évről, és hogy az első fél évben milyen kevés csapadék esett, és most is csak Fejér megyében 300 körül vagyunk, más megyékben lényegesen kevesebb van, akkor egy adatot kell mondanom, a meteorológiai szolgálatnak a honlapján meg is nézhető, hogy tavaly július és idén június között ugyan az a kép mutatkozik az ország vonatkozásában, tehát a Dunától keletre, mint az első fél év tekintetében. Tehát 300 milli alatt is voltak a Dunától keletre területek, ami egy év távlatába, nem naptári évről, hanem ugye júliustól júniusig beszélek, csapadékhiányba szenvedtek. Tehát bizony ez az aszály az idejében úgy következett be, és a súlyossága azért növekedett, mert már az elmúlt két évben is kevesebb csapadék esett.
És nagyon érdekes dolog, de én megnéztem a történelem során ugye a magyarországi legnagyobb aszályoknak a történelését és kialakulását. Ugye a legkevesebb információ a 1494-esről van, már sokkal több van az 1794-es, 93-94-es aszályról, hát egész sok információ 1863-as nagy aszályról. Mindegyiknek az a lényege, hogy előtte való években is aszályosabb, aridabb viszonyok voltak mindig az országban, és ezt egy átlagosnál erősebb aszályos év követte, ami aztán tarolt ilyen értelemben, mint ahogy most is történt. Hát ugye 1863-ban is feljegyezték, hogy a Tisza és a oldalágai majd hogy nem kiszáradtak. Tehát amikor még az országban megvoltak a kacskaringók, és sokkal vizesebb volt ugye az Alföld, akkor is az aszály olyan súlyos következményekkel járt, hogy állatok ezrei pusztultak el, és éhínségek voltak. Békés megyébe voltak területet, ahol államilag kenyeret kellett osztani. De most ne a történelmi múltba kereskedjünk, hanem hát nézzük a jövőt, ahol viszont az öntözés, és ezt a minisztérium is, és a miniszter úr is megerősítette, mindenképpen egy alternatív lehetőséget biztosít arra, hogy ezeket a nagyon szélsőséges időjárási viszonyokat ki lehessen védeni, és a termelés biztonságát a gazdák tekintetében is növelni lehet. Ehhez a kormányzat nagyon komoly pénzek elkülönítésén gondolkodik, hogy az öntözés, mint lehetőség, a gazdák tömegesebb részeinek legyen lehetősége, és hogy mennyire igény van rá, az mi sem bizonyít jobban, hogy ugye a kamara kezdeményezésére március 21-én a belügyminiszter kihirdette a tartósan vízhiányos állapotot. Innentől kezdve ennek következményeként különféle engedélyek hiányába is lehetett, vízjogi engedélyek hiányába is öntözési, ideglenes öntözési lehetőséget kérni. A különféle víz és használati díjak is lényegesen olcsóbbak voltak, és támogatásba a részesültek. Ez alapján 11 ezer hektáron öntöztek a gazdák azokon a területeken, ahol valamiféle öntözési lehetőségük adott volt. Tehát azonnal látszik, hogy ugye ez, hogy 200 millit lehetett kiöntözni 100 hektár területen ebbe a formába, ezzel nagyon sok gazda élt, és biztosította ezt a lehetőséget a tekintetbe, hogy a növénykultúráját valamilyen módon megőrizze. Tehát egy nagyon fontos következtetés ennek. A gazdák szeretnének öntözni. És bizony ennek a létjogosultsága nem csak az íróasztalokon van meg, hanem a gazdák fejébe is és törekvésébe. Igen, de ehhez az kell, hogy mindenki tartsa magát, illetve hát az agrártárca már megteremtette a lehetőségeket, hiszen azt tudjuk régóta, hogy a legtöbb víz, ami bejön Magyarországról és összefolyik, mi adjuk a tovább a legtöbb vizet, tehát nem használjuk többet adunk fel, tovább, mint amennyi bejön, mint amennyi bejön. 7 köbkilométerrel. Egy dolgról viszont bármennyire is ugye beszéltünk az aszály és a csapadékhiány a növénytermesztési ágazatot sújtó történéseiről, de egy dolog fontos, az állattenyésztők takarmánybázisa. Hiszen ez a mindennapjainkat érinti. A gyümölcs is egyértelműen, de a takarmány az még inkább. A takarmánybázis tekintetében a kamara tett felmérést a vonatkozásban, hogy mennyi felajánlás van a nyugati ország részből szálas takarmány vonatkozásába, és mennyi az igény a Dunától keletre levő ország részekben. Hát az a tény, hogy a felajánlásnak a tízszeres az igény. Tehát itt van az a helyzet, amikor mindenféle takarmány bázist fel is használnak
a keleti ország részben levők, legyen ez szalma, legyen ez kukoricaszár, nyilván a beltartalma messze elmarad ugye a kívánatostól, de akár szárított állapotba kukorica szár vonatkozásába, vagy még zöldebb volt, akkor szár siló tekintetébe valahol a takarmányozás biztosítva lesz az állatoknak, legfeljebb hát messze nem a haszonállat szükségleteinek megfelelően, és most már ugye a szemes kukorica tekintetében, hogy a pótolva legyen az a keményítő mennyiség, ami szükséges a beltartalom valamennyire levő fokozására, az lassan a beáramló ukrán kukorica vonatkozásába biztosítva van. Persze hát hozzá kell tenni, hogy ennek az ára hát messze nem kedvező, mint ahogy a növénytermesztőknek a műtrágya ár, hát jelenleg tudjuk jó, hogy milyen magasságokban van, és azt is, hogy Európa számos műtrágya gyára arra hírre, amikor a gázára már elérte a 260-280 megawatt óra árat, akkor, tehát elérte ugye a csúcsokat, most már 180 körülre az elmúlt napokban lejött. Hát egyszerűen kiszámolták, hogy olyan egy tonnányi mapot gyakorlatilag 600 ezer forint körüli áron lehetne előállítani értékesítés vonatkozásába. Ez akkora összeg, hogy mindenki látja, hogy ezért nem fogja megvenni a gazda. Világos. Tehát ilyen inputár emelkedés semmilyen végső árba, eladási árba nem lehet érvényesíteni. És hát bizony gyárak álltak le. Igaz, hogy a kereslet is kevesebb. Tehát a gazda gondolkodik, és mindenféle más megoldás, természeti alapokon nyugvó tápanyagpótlást próbál biztosítani a növényeknek, meg legyünk tárgyalogosak, azért az előző években a műtrágya árak lehetővé tették, hogy a talajok egy kicsit feltöltöttebb állapotban legyenek tápanyaggal, és hát nem műtrágyázva, csak a legszükségesebbet, vagy annak a töredékét. Ilyen értelemben a kereslet sincs meg, tehát azt kell mondani, hogy műtrágya van a piacon, jelenleg nincs műtrágya hiány, csak hát nem azonnal viszik ki nyilvánvaló a tábla szélére, mint ahogy régen volt, de nem lenne elképzelhetetlen kereslet a csökkenés mellett egy abszolút hiány is, mert nagyon sok gyár állt le, de hát ezt ne vetítsünk előre olyat, ami nincs meg, hiszen ezek a gyárak azért könnyen indíthatók egy olcsóbbá váló gázár vonatkozásába, és hát a termelésük biztosítani tudja, hogy azt a mennyiséget, ami hát gyakorlatilag a gazdák számára a szükséges és elégséges műtrágya mennyiséget hozhatja. Természetesen az import vonatkozásába, akár Ukrajnából, akár bizonyos értelemben, ahol ez engedélyezve van, az orosz műtrágya vonatkozásába is, hát ugye a lehetőségeket csökkenti az ukrán terményeknek az értékesítése és nagyobb szükségessége akár a világ bármelyik részén. És hát természetesen azért el kell mondani azt is, hogy ugye Európa a különféle szankciókat vezet be, addig néhány állam, és most nem akarok különféle földrészeken levő államokat említeni, ugye azt mondja, hogy megtiltom az orosz hajóknak a kikötését. Hát hány percbe kerül, hogy egy orosz hajót béreljen egy más állam, és ugyanúgy kötnek ki, és a forgalom az változatlan. Tehát a világ más országait lényegesen kevésbé sújtja ez a helyzet, mint Európát. No, érdeklődéssel olvastam egy tudósítást a V4-ek agrárkamarájának prágai üléséről, ahol ott voltak egyébként Észtország, Horvátország, Litvánia és Románia képviselői is.
és hát az egy felszólítás tulajdonképpen az Unió felé, hogy a termőföldtől az asztalik stratégiát vizsgálják felül, leginkább az energiaellátás megteremtése segítségére, illetve a legfontosabb a növényvédőszerek használatának csökkentéséről szól ugye az európai zöld megállapodás. Ez mennyire befolyásolja a magyar mezőgazdaságot? Hát tudjuk jó, hogy a növényvédőszerek vonatkozásába nagyon-nagyon szélsőséges magatartást folytat az Európai Unió zöld párti politikusai is. Tehát majdnem, hogy érzelmi alapon képesek hatóanyagokat beszüntetni, korlátozni, és hát ezáltal nagyon-nagyon súlyos gondokat okozni költségekbe is, meg a termény megvédése vonatkozásába is. Hát vetőmagtermesztéstől kezdve az élelmiszerek biztonságát veszélyezteti az, hogyha nem tudjuk különféle gombáktól megvédeni, és toxinos termés keletkezik és kerül bármilyen módon a polcokra. Tehát olyan szélsőséges megoldásokat is lehetett tapasztalni, hogy van, amit korlátoznak a szántóföldi termesztésbe, pontosabban hát a szántóföldi termesztésbe, és engedélyeznek bizonyos szerkombinációkat a bioterületeken, azt nem engedélyezik például az AKG-ban. Tehát ezek olyan ellentmondások, amik igencsak felkapja az ember a fejét, persze megmagyarázzák, hogy más a bio, és ott a terhelés ezáltal kevesebb, mint az AKG-ba, de hát teljesen nonsens. A bioba használhatunk valamit, a AKG-s területeken meg nem. Ezt nekem azért elég nehéz, mint gyakorló gazdásznak megmagyarázni, de egyértelmű, hogy egy városi ember ezt könnyebben elhiszi és tudomásul veszi. Tehát legfőképpen az együttműködésnek az a célja, hogy olyan biztonságos termelési mechanizmusokat alkossunk, és ezért a V4-ek messze ki fognak állni, ami biztosítják a táblától, ha úgy tetszik, a szántóföldtől, az asztalig a nyomon követhető biztonságos élelmiszert. És ennél fontosabb nincs. És ennél fontosabb nincs, hogy egészséges élelmiszereket tegyünk a gyermekeink, szüleink és a magunk asztalára is. Amellett, hogy egyértelműen tudomásul kell venni, hogy azok a zöldpárti elgondolások, ami a különféle húsfélék teljes tiltását, vágóhidak betiltását, ketreces tartás végleges megszüntetését célozzák, itt is kampányba kell kezdeni a tekintetbe, hogy ami az embernek nem jó, az nem biztos, hogy egy állatnak sem jó, és abba szenved. Tehát egész más alapokra kell helyezni. Természetes az is, hogy különféle húspótló és vegán, vagy pedig rovarkultúrák táplálékláncba való beépítésére törekszenek. Rendben van, mindenki válassza szabadon, hogy most micéliumból készült békünt akar enni, vagy sertéshúsból levőt. De adjuk meg a választás szabadságát. Tehát ne kényszerítsünk senkit arra, hogy most akkor a micéliumból készültet kell lennie, vagy a tücsökből készítettet, hiszen három rovarféleséget ma már az Európai Unió elfogadott egyetem. A étkezéstekintetében. És akkor a végére maradt egy előhír, ami tulajdonképpen még nem hír, ez pedig az uniós tárgyalásokra vonatkozik. Azt hiszem, hogy ez is fontos. Röviden, hiszen ez még nem került nyilvánosságra teljesen. Még nem került nyilvánosságra, de úgy néz ki, hogy az Unióval folytatott végső tárgyalások, ugye a KAP vonatkozásába nyugvópontra kerülnek a napokba, és sikerült a magyar javaslatoknak nagy részét megvédeni, és úgy néz ki, hogy nagyon kevés módosítással
az Unió el fogja fogadni a magyar célkitűzéseket, úgyhogy az elkövetkező heteknek az egyik híre nyilvánvaló az lesz, hogy szerencsésen ezek a tárgyalások befejeződtek, majd pedig a különféle hát nyilvánosságra hozatali mechanizmussal és elfogadási mechanizmussal jó pár hét múlva ez teljes egészében nyilvánosságra is kerül. Magyarán az utolsó tolvonások, módosítások, formai követelményeknek való megfelelések vannak gyakorlatilag hátra, tehát a fő gondolatokban most már nincs véleményeltérés. Ez jó hír mindenképpen, és a kedves nézőinknek is ígérem, hogy természetesen erről beszámolunk pontosan, mert ez stratégiai kérdés ebben az értelemben. Még egy dolgot mindenképpen szeretnék azért említeni, hogy szeptember végén vagyunk, és ha szeptember vége, akkor Kán, kaposvári állattenyésztési napok, és 29-én előtte az állattenyésztők napja, amelyik 29-ével a parlamentálval által is jóváhagyva az állattenyésztők ünnepe lett hivatalosan is, nem csak a Mihály napi behajtás kapcsán, hanem jegyzett ünnepként. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm. Lászlós Tibornak, és kedves nézőink, önöknek is köszönöm a figyelmüket. Találkozunk a jövő héten, és azt hiszem, hogy akkor is fajsúlyos dolgokról, mezőgazdaságot érintő, agrárgazdaságot érintő fajsúlyos dolgokról fogunk tudni beszámolni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.